kiállítás nyílt építészeti tervekből Pécsen. A munkák egy fiktív épületet ábrázolnak, amely a pécsi kötődésű Lantos Ferenc előtt tiszteleg. Bár szigorú szempontok alapján készülnek az ilyen tervezetek, most a művészet is teret kapott az alkotásokon. A Kossuth és Ybl díjas építés szerint egyre gyorsabban követik egymást a divatok, de a nosztalgikus hullámok is megjelennek. A 60-as évek divatja például újra nagy trend. Dévényi Sándor azonban azt tanácsolja a tanítványainak és a fiataloknak is, hogy gondolkodjanak előre. Vannak nagyon megvalósítható és Lantos Ferenc művészetét átérző, és abból annak a Lantosnak egy nagyon érdekesen konstruktív elemző művészete volt, ami rokon az építészet kifejező eszköztárával. Tehát azt is mondhatnánk, hogy könnyű Lantosnak múzeumot tervezni, mert hiszen ő kínálja tálcán a konstrukciós lehetőségeket, és ezzel nagyon sokan éltek. Nagyon érdekes módon ugye Lantos 2D-be dolgozott, festőművész volt, tehát síkban, ezeket az elemző gondolkodtak, az építészek áttették 3D-be, térbe. A helyszín is előtérbe került több munkában, ugyanis egy saroktelekre épült a fiktív múzeum. Akik erre fókuszáltak, szintén jól megoldották ezt a kettősséget, mondja Dévényi Sándor. Láthatók olyan alkotások is, amelyek szabad gondolatok mentén születtek. Ezek a művek nem építészeti, hanem művészeti szempontból értékesek. Az építészet egy olyan művészet, amelynek lényege a matéria, amely befogad, tereket hoz létre, ezért költséges műfaj, de elsődleges szempont, hogy funkcionálisan legyen megfelelő. Van, amelyik építészetileg érdekes, funkcionálisan lazább és fordítva, tette hozzá az építész.